Önök a Halas Televízió hírműsorát látják. Azonnal kezdünk. Frontális ütközésre egy teherautóról lezuhant fa miatt, félő volt, hogy az egyik autó kigyullad. A lakosság már birtokba vette a megújult halasi főteret, a burkolatba épített páva motívum is teljes pompájában díszeleg. Nagy az érdeklődés Halas iránt, a városból több mint 10 kiállító vesz részt a szabadkai nemzetközi gazdasági vásáron. Minden eddiginél többen gyűltek össze, 20. alkalommal rendezték meg a mozgáskorlátozottak esélyegyenlőségi napját. Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, pénteki híradónkat látják, tartsanak velünk. A főtérnyitó fesztivál már javában zajlik, nem sokára élőben kapcsoljuk kollégánkat Szőri Attilán, de előtte nézzük a híreinket. Két sérültje volt annak a balesetnek, amely pénteken nem sokkal dél előtt történt Kiskunhalas és Kiskunmajsa között Tajó határában. Egy teherautóról lezuhant fa miatt rántotta balra a kormányt ennek az Opelnek a sofőrje, így frontálisan ütközött egy Volkswagennel. Az egyik autó füstölt, így félő volt, hogy kigyullad. A helyszínre érkező halasi hivatásos és kiskunmajsai önkéntes tűzoltók megszüntették a füstölést, segítették a műszaki mentést. A két sérültet a halasi kórházba szállították a mentők. Tegnap kezdődött és szombatig tart Szabadkán a 9. nemzetközi és regionális gazdasági vásár. Halas idén is részt vesz a nagy tömeget vonzó Expon. A nyitónapon a halasi városvezetés is jelen volt. Szabadkán több mint 10 halasi cég mutatkozik be. Idén az energiahatékonyság a fő téma, de a halasi stand egyik fele a városmarketingről szól. Nagy az érdeklődés Halas, a bemutatkozó cégek és a csipke iránt is. Már az első napon rádióinterjút is kértek. Tolmáccsal ment a város, így még több érdeklődőhöz eljutnak az információk, tudtuk meg Csala Mónikától, az önkormányzat sajtóreferensétől. A nemzetközi vásár tapasztalatairól a jövő hét elején adunk tájékoztatást. A trianoni béke diktátumra emlékeztünk tegnap. A halasi ünnepség helyszíne az országzászló emlékmű volt. Emlékező beszédet Finta József érseki helynök mondott. Megható pillanat volt az is, amikor felolvastak egy Ukrajnából küldött üzenetet. A nemzeti lobogó levonásával kezdődött Halason a Nemzeti Összetartozás napi ünnepség. Június 4-én a trianoni béke diktátumra emlékezünk. Finta József általános érseki helynök mondott emlékező beszédet. Nagy bátorságra és ugyanakkor erős reményre val éppen az összetartozás napjának elnevezni annak a szörnyű napnak az évfordulóját, amelyen az igazságtalan trianoni békeszerződés darabokra szaggatta a történelmi Magyarországot. Ez az elnevezés, az összetartozás napja ugyanakkor tanúskodik arról, hogy remény él bennünk. Ennek a népnek a testét darabokra lehetett talán szabdalni, de a lelke nem nyugodott bele ebbe a széttépettségbe. Illő és méltó, hogy ezen a napon emléket állítsunk annak a sok-sok határokon belüli és határokon kívüli magyarnak, költőknek, íróknak, politikusoknak, egyszerű embereknek, édesapáknak, édesanyáknak, családoknak, akik az elmúlt évtizedek során, és bizony a mi korunknál sokkal nehezebb időkben is képesek voltak arra, hogy ápolják ezt az összetartozás tudatot az anyaországi, erdélyi, felvidéki, vajdasági, kárpátaljai és burgenlandi magyarok között. Uram, háborúba jövök én, mindennek vége, békíts ki magaddal s magammal, hiszen te vagy a béke, békíts ki magaddal s magammal, hiszen te vagy a béke. Műsort a Bibó István gimnázium diákjai adtak. Látjátok feleim szemtekkel, mik vagyunk? Bor és hamu vagyunk. Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek. Össze tudod még rakni a Margit szigetet?
Már minden csak dirib darab, szilánk a vitt kacat. A halasiakkal együtt szokott megemlékezni a Péterfalvi református líceum küldöttsége is, ám idén nem tudtak eljönni, így maguk helyett levelet küldtek Ukrajnából, amit felolvastak az ünnepségen. Ilyenkor mélyebbre hatol a himnusz, csodálatosabb a nemzeti trikolor lobogása a szélben. Erősebben szeretjük és tiszteljük egymást, és felébred a tenni akarás egymásért. Ezen a napon mi is erősebben érezzük a támasznyújtó kezeket, az aggódó lelkületet, a testvéri gondoskodást, melyekkel az anyaország fordul felénk, és mindez erőt adó tényező számunkra a megmaradáshoz, a kitartáshoz, ebben a bizonytalanságban és kilátástalanságban, melyel az Úr most megpróbál bennünket. A megemlékezés koszorúk, virágok elhelyezésével zárult. A városvezetés, az intézmények és különböző szervezetek képviselői helyezték el a megemlékezés virágait. Minden eddiginél többen gyűltek össze. 20. alkalommal rendezték meg Kiskunhalason azt az esélyegyenlőségi napot, ahová a halasi és környékbeli mozgáskorlátozottak egyesületeit várták a szervezők. A vendégek ötletes, humoros műsorszámokkal lepték meg a házigazdákat, és persze a halasi tagok is közönség elé léptek. Mint elhangzott, fontosak az ilyen találkozók, mert a hátrányos helyzetű emberek csak ezen alkalmakkor tudják megvitatni problémáikat a sorstársaikkal. Egymás után érkeztek a fellépők a Dél-Alföldi Regionális Esélyegyenlőségi Napra. Már több évtizede annak, hogy térségünk mozgáskorlátozott egyesületei Kiskunhalason gyűlnek össze egy jó hangulatú találkozóra. Én jó magam már 20 éve vagyok itt az egyesületben, azóta minden évben megrendezzük ezeket az összejöveteleket. Elejébe évente háromszor, de most átértünk arra, hogy csak kétszer. Ezt azért csináljuk, hogy azok az emberek, akik nem tudnak kimozdulni egyébként otthonról a betegségük miatt, azokat el is hozzuk, kisbusszal beszállítjuk őket ide, hogy emberek között legyenek, és hogy a környező egyesületeket is mindig meghívjuk, elhozzák a kulturális műsorukat, és akkor itt egymással cserélnek műsort, és akkor jó elszórakoztatjuk itt egymást. A szórakozás mellett jutott idő a jelenlévőket leginkább érintő aktuális kérdések megtárgyalására is. Mint kiderült, több olyan döntés is született az elmúlt egy-két évben, melyek sok ember életét tehetik még nehezebbé. Olyan szankciókat vezettek be a komplex felülvizsgálattal, ami a fogyatékos embereket hátrányosan érinti. Ez főleg a mozgáskorlátozott emberekre érvényes, hiszen ha megnézzük, akkor a mozgáskorlátozott emberek közül azok, akik eddig súlyosan fogyatékosak voltak, az új komplex minősítés alapján kikerülnek a súlyos fogyatékos állapotból. Tehát 40% alatt nem súlyosan fogyatékos. Igaz, hogy nem tud menni, nem tud lépcsőn járni, nem tud terhet cipelni, de nem minősül súlyosan fogyatékosnak. Ezek az emberek elesnek a parkolási igazolványoktól, ugyanakkor azok, akik közlekedésükbe korlátozottak, tehát a siketek, a vakok, értelmi fogyatékosok alanyi jogon megkapják, mert van fogyatékosai támogatásuk. A házigazdák mellett sok környékbeli csoport is ellátogatott az eseményre. A soltvadkertiek például azt mondják, a mindennapok során nem tudják kivel megbeszélni a mozgáskorlátozottakat érintő nehézségeket, problémákat. Ez a rendezvény erre is kiváló lehetőséget nyújt. Eszmecserét folytatunk, ki hogyan oldja meg a saját csoporton belüli életét, és hogyan segítik egyes csoportok tagjaikat abban, hogy az életvitelüket hogy oldják meg. A Halasi Klub többször is közönség elé állt a nap folyamán. Lelkesedésüket jól mutatja, hogy a fellépésükre több hónapja készültek már. 1997-ben alakultunk 13 fővel, mindegyik mozgáskorlátozott tag, tehát sérült emberek vagyunk valami formában. De viszont nem tartsuk magunkat sérültek, mert nagyon aktívak és tevékenyek vagyunk, nagyon szeretünk fellépni, bárhova hívnak bennünket, mindenhol megjelenünk, tegnap Mélykúton voltunk, megyünk Majsára, tehát az ország különböző részeibe, Akasztótól kezdve mindenfelé. És nagyon fontosnak tartjuk ezt a fellépéseket és az összejöveteleket, mivel megismerjük a társszervezeteknek a munkáját, a föllépéseiket, sőt, cserebben élünk fellépéseket, műsorokat, minden, hogy színvonalasabbá tegyük az összejöveteleket. A találkozó végén persze nem maradhatott el az önfelett mulatozás sem.
Üzemel az új főtéri csobogó, a díszvények felkapcsolására vár a burkolatba épített páva Halas központjában. Ma este a főtérnyitó fesztivál keretében adják át a lakosságnak használatba a megújult főteret. A halasiak most ismerkednek a központ új arculatával. Szia Erika, üdvözöllek és nagy szeretettel köszöntöm a Halas Televízió híradójának minden kedves nézőit. Itt vagyunk a Bethlen Gábor téren, és valóban úgy van, ahogy említetted, délután óta folyamatosan érkeznek az érdeklődők, kicsik és nagyok most már együtt itt vannak kint a megszépült főtéren, amint látható egyre többen jönnek ki azért, hogy jól érezzék magukat. Az est hátralévő részében a jelenleg is játszó Five Dombonc után egy polgármesteri köszöntő következik majd este 9 órakor, aztán pedig sokan kérdezték, hogy mi is lesz a páva sorsa, hiszen a LED, a pávának a farkai ugye ledekkel lesznek kivilágítva, a farktollak. Na ma este 9 órakor kerül sor erre az attrakcióra. Ünnepélyes keretek között itt a tömeggel közösen fogunk visszaszámolni, és aztán este 9 óra után néhány perccel felgyúlnak a fények végre, és meg lehet látni, hogy milyen is ez a páva itt a főtéren. Aztán holnap is érdemes lesz kilátogatni hozzánk a Bethlen Gábor térre, akár már délután 2 órától, hiszen a vásárosok már itt lesznek, meg lehet kóstolni nagyon finom ételeket, lehet fogyasztani hűsítő italokat, vagy egy-két csecsebecsét beszerezni a családtagoknak. A produkciókat pedig az általános iskolák és a kiskunhalasi óvodák kezdik majd meg délután 2 órától. Aztán valamikor délután 3:30-kor például érkeznek a Kaméleon társulat tagjai, akik az Egy csók és más semmi című színdarabból fognak több dalt is előadni. Élőzenei produkciókkal készültek a szervezők, egészen vasárnap hajnalig lehet majd mulatni itt a főtéren. Fellép többek között majd Kovács Viki, vagy például Vince Rita, csak hogy a helyieket említsem, de például a Just One Night is itt lesz, és többen kérdezték, hogy a méltán népszerű Osiris együttest mikor láthatják és hallhatják. Holnap, vagyis szombaton este 9 órától várják a rockzene szerelmeseit, mert akkor kezdődik majd az Osiris koncertje. És akkor lesz majd egy olyan meglepetés produkció, amiről egyelőre még semmit nem árulhatok el önöknek. Egy a lényeg, jöjjenek ki, hiszen itt olyan dolog, egy olyan látványos dolog fog történni, amire korábban Kiskunhalason még egyáltalán nem volt példa. Azok, akik kijönnek egyébként ide szórakozni, akár innen helyből megoszthatják ismerőseikkel az interneten keresztül azt, hogy milyen jó is a hangulat, hiszen a városvezetés és a szervezők jóvoltából egy ingyenes wifi hálózat kezdte itt meg a működését. Nem is kell nagyon keresgélni, hiszen ha az okostelefonjaikat, vagy éppen a tabletjeiket bekapcsolják, vagy laptopjaikat, akkor a SourceNet Free nevű wifi hálózatot kell megkeresni, és mindenféle bonyodalom nélkül tudnak csatlakozni, készítsenek fotókat, szelfiket, töltsék fel az internetre, akár a Halas Média Facebook oldalára is, hogy országvilág láthassa, hogy milyen gyönyörű is lett Kiskunhalas új főtere, és hogy milyen jó ez a 2015-ös főtérfesztivál. Várunk mindenkit szeretettel, jó szórakozást kívánunk mindenkinek, a szót visszaadom a stúdiónak, Erikának. Viszontlátásra! Péntek délelőtt még mindenki szorgalmasan dolgozott Halas főterén, hogy délutára a lakosság birtokba vehesse a megújult teret. A városközpontot szakaszosan adják át, június 5-ére volt időzítve, a főtér elkészülte. A főtérnyitó fesztivált is már februárban elkezdték szervezni. A téren lényegében már csak kisebb munkálatok vannak hátra. Beruházás egyik fénypontja a mai napon a lakosságnak visszaadásra kerülhet. Minden terv szerint beiktatott látványelem az működik. A tér az, én úgy gondolom, hogy miután a virágok meg a növényzet visszafoglalja zöld területeket, akkor tényleg Kiskunhalas különleges része lesz. Már az elmúlt napokban is sokan jöttek megnézni a teret, és amint kikerültek a padok, egyből kiültek a halasiak nézelődni, beszélgetni. A tér közepén a burkolatba épített páva is elkészült, a magasból rajzolódik ki igazán látványosan a motívum. Most először láthatják ezeket a felvételeket. Sok türelmet igényeltek a munkálatok a lakosságtól, viszont most már nem kell kerülni, kordonok között haladni. A cél az, hogy ne legyen üres a központ, mint régen, hanem közösségi térként szolgáljon. Még most érkeztünk, úgyhogy most derítjük fel a látnivalókat, hogy mi a változás, mennyivel lett másabb, mint régen volt. Szerint jó, hogy megújult egy kicsit? Jó.
Jó, persze. Így na, első látásra tetszik, aztán majd megnézzük közelebbről is, hogy hol milyen változás történt. Majd alakul. Hát egy kicsit gyorsan csinálták szerintem a végén, de majd gondolom, hogy a hibákat még kijavítják. Hogyan gondolja, hogy ráfért már a változás, a megújulás erre a központra? Halasra nagyon ráfért, nem csak a központra, hanem a környező utcákra, meg mit tudom. Szóval nagyon jó volt ez a felújítás azért. Kellett a városnak. Nagyon szép. Tetszik ez a páva is, mert kíváncsi leszek éjszaka, hogyha világít, hogy milyen lesz. Látom itt ezt az új csobogót is néztétek. Ez is szép lett. Szerintem szebb, jobb helyen van itt, mint amott volt, és szebb itt, meg szebb lett így. Attól, hogy a lakosság használatba veheti a teret, a Városközpont megújítási program még nem ért véget. Próbáltuk hangsúlyozni pár soron, hogy ez nem a projekt zárásának a időpontja, ez egy előre ütemezett tér avató ünnepség. A projekt az halad tovább, vannak még befejezetlen részei a Városháza belső udvarának, piac környékén, e hónap 15-től elkezdődik a műszaki átadásnak az előzetes része, amelyik arról szól, hogy közösen bejárjuk, és a hiányosságokat, hibákat föltárva elkezdenek azon dolgozni, hogy ezeket rendbe tegyék, és a projektet június 30-ával zárjuk hivatalosan. Megelőzés kicsiknek és nagyoknak. A kiskunhalasi rendőrkapitányság a Halasi Tesco áruházzal közösen családi napot szervez az áruház parkolójában. Június 6-án, vagyis holnap délelőtt 9-től délután 2 óráig többféle programot kínálnak. Lesz például fegyvertechnikai és kutyás bemutató, illetve gépjármű állapot felmérés. Népszerűnek ígérkezik az ellentétes kormányzású kerékpár, a részek szemüveg és az Európa bajnok rendőrök habkíló bemutatója is. A sok hétvégi rendezvényen, aki teheti, szálljon egy kis időt az egészségére is. A Halasi Egészségfejlesztési Iroda ingyenes szűrővizsgálatai pár percig tartanak, de sokat elárulnak az egészségi állapotról. Szombat délelőtt a Tesco parkolóban várják az érdeklődőket. A vizsgálatok után egészséges ételből adnak kóstolót. Szombat délután Halas központjában a Főtérnyitó Fesztiválon is ott lesz az EFI, vasárnap 10-től 15 óráig pedig a Kossuth utcai sportcsarnokban a FitKid diákolimpián. Június 11-én délelőtt a Kertvárosi iskolában, délután 15 órától pedig a Balotaszállási orvosi rendelőben lesznek elérhetőek a vizsgálatok. Jövő szerdán 15 órakor lesz a Cukorbeteg Klub soron következő összejövetele. A Csónak utcai irodába várják hasznos tanácsokkal a cukorbetegeket és az érdeklődőket. Műsorunk végén pedig röviden összefoglaljuk a nap főbb híreit. Frontális ütközésre egy teherautóról lezuhant fa miatt, félő volt, hogy az egyik autó kigyullad. A lakosság már birtokba vette a megújult halasi főteret, a burkolatba épített páva motívum is teljes pompájában díszeleg. Nagy az érdeklődés Halas iránt, a városból több mint 10 kiállító vesz részt a Szabadkai Nemzetközi Gazdasági Vásáron. Minden eddiginél többen gyűltek össze, 20. alkalommal rendezték meg a mozgáskorlátozottak esélyegyenlőségi napját. A híradónk már a véget ért, de most következik az időjárás jelentés, utána pedig a gyermeksarokban a Bobita óvodások műsorából láthatnak részleteket. A hétvégén rengeteg program várja önöket, a főtérre mindenképpen látogassanak el. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!